Varga András rendőr főhadnok tájékoztatóját mutatjuk be. Főhadnagy úr, néhány napja elkezdődött az iskola, és ilyenkor a környékén többen vannak, nagyobb a baleseti lehetőség, és oda kell figyelni a közlekedőknek. Mire hívná fel a figyelmet? Szép napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Igen, így van, elindult az iskola, és az iskolával megnő a forgalom az iskolák környékén, és ez nagyon fontos így észbe tartani, meg figyelme lenni erre az autósoknak, közlekedőknek, hogy a gyerekek az iskolák környékén gyakran közlekednek, hát most vagy odafigyelnek, vagy nem. A kollégák próbálják ezt a gyereknek a közlekedését segíteni azzal személyes jelenléttel, hogy ott fokozottan jelen vannak az iskolák környékén, az iskolákhoz vezető gyalogátkelő helyek környékén, és az iskolában menetkor ott segítik a forgalmat olyan módon, hogy a gyereknek a közlekedését a gyalogátkelő helyen azt segítik, meg az ő jelenlétükkel az autósok jobban észreveszik, hogy ott fokozottan figyelniük kell az iskola kezdés miatt. Ez minden évben most már tényleg évek óta ez visszatérő dolog, és aztán ilyen módon baleset megelőzési hatása van neki, de tényleg fontos dolog, hogy ez így megtörténjen minden évben. Ugye Kapuváron több iskola van, Beleden van egy általános iskola, ilyenkor az iskola kezdéskor, illetve a végén is, ha van lehetőség, akkor rendőrök ott vannak, vagy ennek van egy külön rendszere? Az iskola kezdés a fontosabb dolog ilyen szempontból. A végén nem annyira szokott hirtelen elindulni a tömeg, van több gyerek, akik korábban hazamennek, szüleik korábban jönnek értük. Az iskola kezdés az reggel 7:30-tól 8:00-ig terjedő időszak körülbelül, amikor az iskola kezdődik. Ez a tapasztalatok alapján ez az, amikor ott hirtelen egyszerre sok gyerek van, és aztán indokolt az, hogy ott fokozott rendőri jelenlét legyen. Ezt igazából az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kollégák így megtapasztalták, hogy mikor kell oda több rendőr, és mindig a helyzetnek megfelelően vezényelnek oda kollégákat. És milyen itt ilyenkor a morál? Tehát odafigyelnek a közlekedők erre, hogy látja? Hiszen azért ilyenkor ugyanúgy munkába mennek, vagy éppen ügyeiket intézik a városban, illetve a környéken élők. Én azt tapasztalom, hogy nagy részt az emberek odafigyelnek a közlekedési szabályokra, főleg, hogy ott van a rendőr is, de igazából nem csak azért kell odafigyelni erre, hogy mert jaj, ott van a rendőr, és akkor úristen, mit mond a rendőr, vagy megbüntet a rendőr, hanem az összes szabálynak a betartása az baleset megelőzési szempontból fontos, ezeket a szabályokat mind azért találták ki, hogy ha nem tartanánk be, akkor sokkal veszélyesebb lenne a közlekedés, így is történik baleset, így is történik olyan közlekedési helyzet, ami nem kívánatos, hát ha még valaki még súlyosabban megszegné a szabályokat. Egyébként az a tapasztalat, hogy amikor ott van a rendőr, vagy legalábbis egy rendőrautóval mozgunk, akkor az emberek betartják a szabályokat. Aztán sajnos az is tapasztalat, hogy amikor meg azt látják, hogy nincs ott rendőr, akkor egy kicsit jobban elereszkednek, és nem tartják be annyira. Persze tisztelt a kivételnek, mert az autósok nagy része az szabályosan közlekedik, betartja a szabályokat, de azért lehet találkozni annál is, aki amíg látja, hogy ott a rendőr, addig szabályos, amikor aztán azt látja, hogy már nincs itt a rendőr, akkor meg szabálytalan. Mi a tapasztalat, célra vezető, ha mondjuk valaki elkövet vétséget a büntetés, vagy inkább, ami most tapasztalható, hogy rendőrök inkább előbb felszólítják, illetve figyelmeztetik az illetőt, és nem egyszerre büntetnek? Ez mindig a helyzet adja, hogy éppen a rendőr milyen intézkedést fogalmazósítson egy ilyen szabálysértéssel kapcsolatban, vagy egy ilyen közlekedési helyzetben. A rendőr három dolgot tehet, figyelmeztethet, helyszíni bírságot is feljelenthet, megvannak, hogy melyik szabálysértésért milyen szankciót lehet, és aztán a rendőr mindig ott a helyzetre megfelelően. A szabálysértés súlyosságától is függ ez, meg a maga a helyzet súlyosságától is függ az, hogy ott a rendőr milyen szankciót fog alkalmazni. Mondjuk, ha a rendőr például személyesen ismeri ezt az embert, és tudja azt a személyes ismeretség okán, hogy ő már többször követette szabálysértést, és korábban már volt figyelmeztetve, meg helyszíni bírságolva, akkor valószínűleg, hogy nem fogja újra figyelmeztetni, hanem lehet, hogy feljelentést fog alkalmazni vele szemben, mert tudja a rendőr, hogy korábban azzal az emberrel már találkoztunk, és akkor már figyelmeztettük, és hát nem használt neki a figyelmeztetés, akkor nem fogunk jelölni senkinek, akkor jön a következő súlyosabb szankció. A megelőzés nagyon fontos, ezért a rendőrség az iskoláknál különböző tájékoztatót tart. A fiataloknak folytatódik a 2017-18-as tanévbe itt a térségünkben mindez? Igen, folytatódik a területen a rendőrségi bűnmegelőzési iskolai programok. Most éppen a napokban folyamatban az, hogy felvegyük az iskolákkal, óvodákkal, általános és középiskolákkal is a kapcsolatot. Ugye ez már tavaly évben is megtörtént, tehát igazából nem kell most újra felvenni, vagy csak tanévkezdés kapcsán ilyen módon fel kell venni velük a kapcsolatot. Az a tapasztalat, hogy minden évben az iskolák
nagy érdeklődéssel fogadják ezt, meg igényt tartanak a rendőrségi bűnmegelőzési programokra, úgyhogy várhatóan az idei tanévben is igényt fognak erre tartani, és aztán a gyerekkel kapcsolatban is az a tapasztalat, hogy mindig várják az újabb rendőrségi előadásokat, tájékoztatókat, meg az is tapasztalat, hogy ezeknek tényleg megvan a gyakorlati haszna, a gyerekek akár még évekkel később is felemlegetik azt, hogy hú, emlékszünk ám, hogy András bácsi mit mesélt nekünk, meg hogy mesélt, és aztán ezeket a tájékoztatókat, meg oktatásokat, meg jó tanácsokat megfogadják, akkor az mind a bűnmegelőzés, meg a baleset megelőzés szolgálja. Köszönöm. Én is köszönöm.